A nyíregyházi nevelésű Rudolf Gergely fiatalon Franciaországba került, ahol a Nancy csapatában mutatkozott be az élvonalban. Később játszott Debrecenben, az olasz Genoában és Bariban, a görög Panathinaikosban, majd idehaza Győrben, Diósgyőrben és a Videotonban. Legutóbbi klubjától márciusban távozott, azóta nyíregyháziakkal készül. Bár a 28-szoros válogatott támadónak voltak élvonalbeli ajánlatai, a Spari mellett kötelezte el magát 3 évre. Mindig is az volt a vágyam, hogy egyszer vagy nyíregyházán futballozhassak. Úgy éreztem, hogy elérkezett az idő arra, hogy itt folytassam pályafutásom. Nagyon nagy tervek vannak a csapatnál, és ez nagyon tetszett. Van egy olyan tulajdonos, aki imádja a futballt, és áldoz is rá. Nagyon jó a csapat, jó edző van, úgyhogy úgy gondoltam, hogy elérkezett az idő arra, hogy most már komolyan vegyem azt, hogy nyíregyházán futballozzak, és hogy visszatérjek. Mátyus János vezetőedző reményei szerint hosszú ideig számolhatnak majd a válogatott támadóval, aki mellé újabb minőségi futballisták érkezhetnek a közeljövőben. Nagy nap volt a tegnapi a Spari életében, hiszen egy kiemelkedő képességű játékos sikerült igazolnunk, hazahoznunk, hiszen a Gergőt kezdte el valamikor a pályafutását, aztán nagyon komoly karrier után most itt is fejezi be, remélhetőleg majd sok-sok év múlva. Boldog vagyok, és ami hasonlóan fontos, hogy remélem, hamarosan a Gergőnek hasonló képességű társai is lesznek. A csapattal jelenleg is együtt készül több próbajátékos, az ő sorsukról a szombati edzés után dönt a szakmai stáb. Az első hivatalos edzőmeccsét július 6-án Aradon játssza a Spari. Hazai környezetben először július 9-én a Balmazújváros ellen láthatják a szurkolók Rudolfékat, akik az azt követő hétfőn utaznak el az Abolyi Szántói edzőtáborba.